Hölgyeim és uraim, Játszma című kisfilmet láthatták. A szerzőjét köszöntöm a stúdióba. Tisza Balázs a filmnek az alkotója, aki friss hírekkel is jött ezzel a filmmel kapcsolatban. Ugyanis Szlovákiában már, ha jól tudom, két fordulón? Már két fordulón túl. Már két fordulón túljutott a film. Hol tart most? Most ott tart, hogy átment az előzsűrén és bekerült az országos versenybe, ami Pozsonyban lesz. Mikor? Június 8-án, és azt hiszem 8-tól 10-ig így vagy két napig tart. Bő egy hét most már, nem is olyan messze van. Mi az erénye ennek a filmnek az alkotója szerint, ha ilyen szépen halad a fesztiválokon? Hát én amikor voltam egy ilyen beszélgetésen, akkor mindenképp azt hangoztatták, hogy a téma, tehát hogy mivel foglalkozik ez a film. Tehát ahogy látni lehetett az a, hogy is mondjam, kicsit másfajta sakkjátszma. Olyan, hogy ezek a háborúk, meg nem is inkább a háborúk, inkább a konfliktusok mögött, hogy milyen dolgok állnak, vagy hogy az egész a pénzről szól, meg valaki mindig hasznot húz az ilyenekből. De nem tudjuk ki az, hogy a filmben is látjuk, csak egy fekete kezet látunk. Úgy látszik, a téma nagyon izgalmas, mert fesztivál sikerei vannak. Tisza Balázst meg úgy is üdvözölhetjük, mint a rendszeres fesztivál sikeres hallgatónkat, hiszen Kolozsváron is volt egy filmje az őszön, egy nemzetközi egyetemi fesztiválon. Igen, a Danival készítettünk egy dokumentumfilmet, a Napról napra teljes könnyebbet. Teljes név Dani. Bóta Dániellel. Bóta Dániel. És Kolozsváron megnyerte a legjobb dokumentumfilmet. Ez melyik volt? Ez a Napról napra könnyebb. Napról napra könnyebb. Ez egy 23 perces dokumentumfilm, egy hölgyről szól. Ebből is fogunk látni majd részleteket egyébként beszélgetésünk végén. És hát volt még egy fesztivál, ahol sikeres volt. A Főiskola Fesztiválján, filmfesztiválján. Igen, a Főiskola Filmfesztiválján Dani filmje, amit ugyanúgy a Napról napra könnyebb, az dokumentumfilmek között a második lett, ha jól tudom, ha jól emlékszem, és volt még egy filmünk, amit Pribé Gáborral készítettünk, ez egy videóklip, a Chillout Shamane, vagy Shaman, és ez a legjobb kísérleti filmet megnyertem. Balázs, kinek köszönhetők ezek a sikerek? Kihez kötődnek? Kitől tanult a legtöbbet? Fú, hát nem tudom, ez így jön, így nézi az embereket, nézem, hogy csinálják a profik. Megpróbálom egy kicsit utánozni őket, megpróbálom egy kicsit saját magamat belevinni a filmekbe, és valahogy utána csak összejön. Gyakorolni kell. Készül a szakdolgozatának a védésére, magyarul végzős alapszakos hallgatónk. Igen. Mi lesz a szerepe a továbbiakban a filmnek az életében? Hát szeretném, ha a film nem csak egy hobbi, hanem az életem része lenne, tehát ezzel is szeretném keresni a kenyeremet. Egyelőre állítólag jó úton haladok, hát meglátjuk, hogy ez tényleg így fog menni. Ki állítja ezt, hogy jó úton halad? Nem kisebb emberrel dolgozik együtt néha, mint? Hát Koltai Lajossal is együtt dolgozok most utóbbi időkben. És egy pályázaton belül, a TÁMO pályázaton belül nyertem egy Koltai ösztöndíjat, vagy Koltai díj, vagy Koltai pályázat, ki mint mondja, aminek az is a lényege, hogy Koltai Lajossal együtt tudok dolgozni az egyik játékfilmén, amit készül. Valószínűleg nyár végén, ősz elején fogja forgatni a nagy játékfilmet, de most sikerült vele kijutnom a Focus Fox stúdióba Budapesten, ahol készítette az Állampapírokról szóló reklámfilmet, és ott az utómunkában is jelen voltam. Tehát az ismerkedés elindult, milyen élményeket adott, mi volt az igazi izgalom benne, mi volt az, ami most pluszt adott a továbbiakhoz? Hát mindenképpen az a stúdió, ahol voltam, az egy, hát mondjuk úgy, hogy modern. Tehát ottan a milliók azok így röpködnek, tehát nincs gond azon, hogy most egy kis kamerát vegyünk, mint én, hogy valahogy összespórolom így két év alatt a kamerára, hanem ott ilyen több milliós berendezések, és jó, hogy ez Magyarországon tud működni, és van ennek jövője. Koltai személyisége hogyan hat? Milyen embert ismert meg benne? Mit jelent az vele való kapcsolat? Nagyon kellemes ember. Itt az iskolában egy kicsit ilyen, úgy érzem, egy kicsit feszültebb, de amikor ott voltam kettesben vele, akkor nagyon-nagyon kellemes. Tehát jó vele dolgozni, nagyon kedves. Van olyan, amit úgy érez, hogy tőle tanult meg? Hát
Én úgy érzem, hogy nem is úgy, hogy tőle tanultam meg, de ilyen kis dolgok beleivódtak belém, amiket nem is veszek észre, csak egyszerűen hasonlóképpen csinálok. Tehát nagyon-nagyon tetszik az a kamerázási stílus, amit művel, vagy készít, és ez elképesztő. Tehát ezt próbálom én is tanulmányozni, és... Képi látásából sikerült valamit ellesnie, hogy érzi? Tehát ahogyan ő keretezi a képet, ahogyan ő belehelyezi a filmbe. Sikerült valamiket. Kiderült, hogy most, amikor csináltam a szakdolgozatra és a filmet, meg a pályázaton belül is a science fiction filmet, ott is kiderült, hogy egy olyan felvételt készítettem, amit már évekkel ezelőtt egy filmjében elkészült, és akkor mondta, hogy ez Balázs ezt az én filmemből vett, és akkor nem is ismerem azt a filmet, és megnéztem a neten, és tényleg szinte teljesen olyan. Tehát lehet, hogy van valami. Ezt a szakdolgozati filmet még nem tudjuk bemutatni. Meséljél róla egy kicsit, hogyan építi föl, miről szól. Ez egy science fiction, tehát tudományos, fantasztikus kisfilm. Nem ilyen Star Wars jellegű, tehát lézerágyúk össze-vissza csapkodnak, hanem a tudományról szól. Ez a 80-as évek elején játszódik Csehszlovákiában, és egy ilyen titkos kísérletet követünk nyomon. De többet nem mondhatok, mert még teljes titoktartásban van. Tehát az osztálytársaim se tudnak a filmről, és sokszor kisküldöm őket, hogyha a tanároknak múltkor megmutattam. Mi lesz a sorsa a szakdolgozatnak azután, hogy megvédte, elkészült, elfogadták, előlegezzük meg, hogy elfogadták, utána mi a sorsa a filmjének? Hát először is a szakdolgozatra egy ilyen gyengébb verziót készítettem, és hogyha ez meg lesz, tehát ha befejezem, meg lesz a szakdolgozat, akkor ezt még mostan tovább úgymond felturbózom, tehát jó hangokat készítek hozzá. Már egy zenésztársammal is beszéltem a filmzenével kapcsolatban, utána effekteket akarok hozzátenni, digitális effekteket, se úgy, hogy ne legyen gagyi, hogy az jól nézzen ki. És szeretném színezni a filmet, utána meglátjuk, hát remélem fesztiválokon bemutathatom. És talán megismerkedhetünk a Líceum televízióban is az alkotással? Hát mindenképpen. Van még egy, az előbb már beszéltünk róla, fesztivál sikeres filmje, Kolozsvárról közös alkotás, napról napra könnyebb. Miről szól? Vezesse föl. Ez egy nőről szól, aki elhatta, úgymond a várost, és kiment a városon kívülre élni, és ott egy saját világot teremtett magának, ahol együtt él a csirkékkel, tehát minden, a növényekkel, kutyával, igen. Hogyan talált erre a témára? Hogy találta meg? Ezt én csak az operatőre voltam, tehát igen. Dani találta meg a témát, és ő hívott engem, hogy segítsek leforgatni az egészet. Ez volt a kolozsvári dokumentumfilm kategóriának a győztes filmje. Hát Balázs, akkor köszönjük szépen ezt a fölvezetőt, hiszen most egy összefoglalót láthatunk, egy rövid változatot ebből a filmből, a napról napra könnyebből. Sok sikert a Koltai tanár úrral való együttműködésben és a forgatásban, és hát várjuk, hogy minél több sikerről számoljon majd be nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Következzék a Napról Napra című dokumentumfilmből egy 5 perces részlet.